A telefonnál itt van velünk Gyénémet Erzsébet, a DK fővárosi képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! El tudja képzelni, hogy egy szép napon bemondja a hív, amikor elér a határhoz, hogy már Budapest határához tessék leszállni, idáig jártunk fel, hogy Tarlós beváltja a fenyegetését, és csak a főváros valódi közigazgatási határáig járnak majd a tömegközlekedési eszközök? Sajnos igen. Tényleg? Igen. Tehát azt gondolom, ugye ma volt, ha minden igaz, a Tarlós Orbán találkozó. Az, hogy 5:30-ig én utoljára akkor néztem meg a semmi interneten. Semmi hír nincs róla, én se láttam. 5:30-ig semmi nem szivárgott ki, az akár két dolgot is jelenthet. Az egyik az, hogy mondjuk van megállapodás, de holnap akarja maga a főpolgármester bejelenteni, mert ugye reggel a rendkívüli közgyűlés utánra sajtótájékoztatót hívott össze, tehát lehet, hogy ez az optimista verzió van, vagy az a másik verzió lehet, hogy nem sikerült egy tárgyaláson rendezni itt a BKV és a fővárosi dolgok, vagy a főváros helyzetét, és ezért akár még tovább tárgyalás is lehet. Mind a kettő nagyon optimista, amiről én beszélek. Az a fenyegető jel a fővárosiak számára, hogy tulajdonképpen a főpolgármester külföldi kiküldetése alatt intézte Rogán Antal és Varga Mihály azt, hogy jövőre a BKV sokkal kevesebb pénzt kap, illetve azt, hogy az iparűzési adóból igazából másra nem is fordíthat egy fillért se, csak kizárólag a tömegközlekedésnek a fenntartására. Hát nehezen tudom elképzelni, mert Budapest és az agglomerációja annyira össze van nőve, most mondhatjuk Budaörs, Budakeszi, Érd, hát Dunakeszi, bármerre nézünk, hát a mindennapi élet szempontjából az még szinte olyan, mint a Budapesten laknának az emberek, még ha egy közigazgatási határt húztak is közé. Így van. Ez a város szervesen egybeépült az elmúlt évtizedek során, és most nem a rendszerváltás óta eltelt időszakról beszélek, hanem 30-40 évről. Szervesen egybeépült ezekkel az agglomerációs településekkel, és tulajdonképpen szinte teljesen mindegy, hogy valaki mondjuk egy kicsit a város határától mondjuk 500 méterre lakik, vagy pedig akár egy kicsit távolabb, ugyanúgy a tömegközlekedéssel be tudott jönni a városba, és a városnak is ez volt a jó, hogy tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel jöttek be az emberek, és nem naponta köszöbött itt rengeteg autó. A dolog úgy néz ki egyébként, hogyha le kell állítani az agglomerációhoz a kimenő BKV járatokat, akkor egészen egyszerűen autóval sem lehet majd bejönni, mert ezek a, úgy szoktam mondani elnézést a kitételére, ezek a tyúkbél vastagságú utak, amik befejezetnek ide a fővárosba, leszámítva ugye nagy autópálya behajtókat, ezek egészen egyszerűen nem fogják ezt a forgalmat elbírni. Igen, bár bocsánat, a nagy autópálya... Nem lehet majd megállni. Igen, ezt akartam mondani, hogy egyrészt a nagy autópálya behajtókon, tehát aki mondjuk az M7-es felől jön be egy szebb hétfő reggel, vagy kedregeltök, mindegy, az ott a néhai Osztapenkónál már szép sorba tud állni, meg bejön, és akkor nem tud megállni, és ha meg tud, az iszonyatos sokba kerül. Így van, tehát mondjuk aki a 31-es úton jön be a városba, ugye ez az a bizonyos tyúkbél, amiről beszéltem, hát ott egészen egyszerűen ezt a forgalmat nem is lehetne elviselni, illetve nem lehetne elbírni. A probléma az az, és ennyiben azt gondolom, hogy ez elsősorban politikai kérdés, az Orbán kormány, ha akarná, meg tudná oldani a BKV helyzetét, a fővárosiak naponta 18 milliárd forint adót fizetnek, és körülbelül egy évben a BKV állami támogatására körülbelül egy olyan 40-45 milliárd forintra lenne szükség. Na most egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ebben a jól teljesítő gazdaságban, ebben a mindenben nagyon jól szalad itt a szekér, Magyarországon nem tud találni a kormány egy évben 40-45 milliárd forintot. A kerületek nem terhelhetők tovább, a fővárosnak egy árva huncut fillérje nincsen. Most azért, hogy ne álljanak meg novemberben, december elején a buszok, és lehessen bért fizetni a BKV dolgozóknak, a fővárosi közgyűlés adott 13,5 milliárd forintot a saját forrásaiból. És mielőtt bárki azt mondaná, hogy hát akkor van pénze a fővárosnak, adja csak oda, ezt a pénzt mi nem arra tartalékoltuk, vagy tettük félre, hogy aztán azt a buszok elköfögjék, ugye üzemanyagra, magyarul költségeket, ilyen típusú üzemi költségeket fizessünk belőle, ezek fejlesztésekre voltak félretéve. Perceken belül elindul a 3-as metró felújítása, ugye elindul a járműkocsiknak a felújítása, egyéb más fővárosi fejlesztések. Ehhez a fővárosi önkormányzatnak hozzá kell tenni az uniós forrásokhoz az önrészt.
Ha mi ezt a BKV működtetési költségébe borítjuk be minden évben, és még az sem elég, akkor el lehet gondolni, hogy egy-két éven belül hova fog jutni ez a város. Azért sem értem ezt a dolgot, bár tudom, hogy ez nem most kezdődött, mert a BKV-t hogyan lehet finanszírozni, hanem mióta világ, mondhatni, ez probléma volt. De hogy a fővárosi önkormányzatban kormánypárti többség van, és a kerületek nagyobb részében is fideszes hatalom van, hát nem fognak a szavazók olyan nagyon örülni, hogyha szembesülnek azzal, hogy mit jelent valóban, ha tényleg így lesz ez a megszorítás sorozat. Ezért is érthetetlen számomra, hogy a fővárosi kerületi fideszes polgármesterek, van köztük néhány erős ember. Ha másra nem, akkor Kocsis Mátéra, a Fidesz budapesti elnökére kell gondolni, vagy Pokorni Zoltára, aki persze, épp tudom, hogy most itt a Fidesz kongresszuson hátrébb húzódott egy lépést, de itt erős fideszes emberek vannak, erős érdekérvények is itt a képességgel, hogy ezt nem használják fel Budapest érdekébe, az azt gondolom, hogy egyszerűen elfogadhatatlan. A másik fele, Tarlós István úgy lesz kétszer ennek a városnak a főpolgármestere, hogy azt ígérte a budapestieknek, hogy ő, mint műszaki ember, ő, mint mérnök ember, üzemeltetni fogja ezt a várost, meg fogja szerezni ehhez szükséges pénzt. Na most két dolog látszik, hogy nem működik a városban, az üzemeltetés, meg nem jönnek ezek a pénzek, amire a fővárosnak szüksége van. Én azt gondolom, hogy soha ilyen rossz állapotban nem volt a főváros, menjenek ki, nézzék meg az utcákat, a takarításnak a színvonalát, nézzék meg, hogy egész egyszerűen mennyire lepusztult, koszos ez a város, ezekre nincsen forrás. Ha nem kap a város a BKV-re támogatást, hanem az iparüzési adóját erre kell fordítani, akkor jövőre a közvilágítást csökkenteni kell, nem lesz annyi forrás parktisztításra, parkfenntartásra, patkányírtásra, erről nem szoktunk sokat beszélni, pedig ez is több száz millió forintos tétel egy évben a főváros számára. Tehát olyan alap dolgok és olyan alapszolgáltatások fognak teljesen minimális szinten üzemelni, amit észre fognak venni a budapestiek minden egyes nap. Ha pedig a BKV megáll, vagy nem megy ki az agglomerációba, akkor az egész főváros gazdasági része is akár összedőlhet. Itt nem lehet úgy termelést végezni, gazdasági munkát végezni, hogyha az emberek reggel nem tudnak normális időben, normális módon bejönni a városba. De hát ez a vitának, hogy az alkudozásnak még csak az a része, amikor mindenki pakolja ki a lapjait, és néha van olyan érzésem, hogy egy-egy erősebb löff is elhangzik ebben a dologban. Nem kell mindent úgy szó szerint venni, ahogy itt most a tisztelt részvevő felek mondják, vagy üzenik egymásnak. Hát azért erről törvény van, erről a dologról, amiről beszéltem, az iparűzési adóról. Erről törvény az van. Igaz. Ez az, amit Rogán Antal és Varga Mihály, miatt a főpolgármester Szentpéter rárott volt, az alatt ők beterjesztették ezt a törvényt, és így úgy, ahogy kell, aztán is fogadta egy nap alatt a parlament. De ráadásul bele volt téve abba a törvénybe, amelyben többek között az építkezések áfáját csökkentették. Tehát természetesen, meg a mozi kérdések voltak benne, mozi adózási kérdések. Ez egy ilyen nagy saláta törvény volt. És ebben módosították ezt a forrás megosztásról is szóló törvénytervezetet, és hogy ez nem volt megkonzultálva a főpolgármesterrel, az ugye azt bizonyítja, hogy ő elég keményen hazaüzent Szentpéterváról. Hát ez a része nem blöff. Ha ez a törvény így marad, akkor jövőre 2016-ban a fővárosnak addig nem lehet másra költeni az iparüzési adóból, amiből azokat a dolgokat szokta finanszírozni, amiről az előbb beszéltünk, de addig nem költhet egy fillért se ezekre a célokra, amíg a BKV-t ki nem finanszírozta. Na de egy 100 milliárdos iparüzési adóból, aminek minden fillérnek megvan a helye a főváros működtetésében, abból nem lehet 40 milliárdot elvenni. Hát ez a probléma. Érdekes lesz. Köszönöm szépen, Gyéni Németh Erzsébetnek, a főváros képviselőjének. Viszont hallásra! Viszont hallásra!